Nem, köszönöm. Határozott mozdulattal hajítja a vízbe a csalit az egyik horgász. Szeptember 12-én vasárnap 32 horgász foglalta el a helyét a Dunaremetei Kankatónál, hogy minél több halat fogjanak ki. A hagyományokhoz híven idén is megszervezték a jótékonysági horgászversenyt, aminek bevételéből a hospice házat támogatják. Tudják rólam sokan, hogy én nyirokcsomórákkal küzdöttem 2016-ban, és a Bodnár Mária mentette meg a életemet, és én akkor megfogadtam, hogy ameddig élek és tudom csinálni, addig a álmát, ami most már valóság lett, segíteni fogom. Idén más helyszínen, Dunaremetén szervezték meg a versenyt. A 260 lakosú település önkormányzata a helyszín biztosítása mellett anyagi támogatással is hozzájárult a hospice ház működéséhez. Dunaremete képviselőtestülete, mint legkisebb település, ezt újra kihangsúlyoznám, 50 ezer forinttal egy összegbe hozzájárult a hospice céljaihoz, úgy fogalmazok inkább, céljaihoz, és ez is előbbre viheti azt, hogy akármilyen kis falu azért nagy szíve van. Mosonmagyaróváron több mint egy éve működik hospice ház, ahol gyógyíthatatlan, elsősorban daganatos betegek testi és lelki szenvedéseinek enyhítésével foglalkoznak. 10 férőhelyen rendelkeznek, jelenleg egy negatív koronavírus teszttel lehet bekerülni, és a várólistára való tekintettel a korábbi fél év helyett 3 hónapig lehetnek bent a betegek. A hospice ház dolgozói nagy örömmel fogadták a támogatást. Nagyon-nagyon örülünk neki, több szempontból. Egyrészt itt a környék horgászait is megismerjük, mint embereket, akik egy-egy mondattal nagyon pozitívan állnak a hospice ház működéséhez, és ez is erőt ad az embernek. A másik, hogy minden pénz számít. Én mindig azt szoktam mondani, ha 1 forintot kapunk, az is segítség. A horgászversenyen összesen 604 ezer forint gyűlt össze, ami messze meghaladta a szervezők várakozásait. A támogatást a hospice ház működésére fordítják. Minden segítségre szükség van, hiszen a hospice ház 3-as finanszírozásból működik. Egy minimális állami támogatásból, az önkormányzat támogatásából, valamint a hospice segítőkéz alapítvány támogatásából. Ha valaki segíteni szeretné a végstádiumú daganatos betegségekben szenvedő emberek ellátására hivatott hospice ház munkáját, a képernyő alján látható számlaszámon szívesen fogadják az adományokat.